Akik távolabbról érkezve felfedezik egyszer Szerencs szépségét, azok visszatérnek a városba. Így vannak ezzel a Linux Akadémia hallgatói is, akik minden év július második hetében gyarapítják tudásukat a szabadforrású operációs rendszerről, annak alkalmazásából. A szervezők összegyűjtötték az ország legjobb Linux szakembereit azért, hogy a résztvevőknek ne egy átlagos tanfolyamot, hanem mesterkurzust kínáljanak. Az oktatás 5 csoportban kezdő, haladó és profi szinten történik. A Linux lényeg az, hogy ez egy nyílt operációs rendszer. A nyíltság azt jelenti, hogy bárki szabadon használhatja, módosíthatja és megismerheti annak a teljes... Tehát megismerhet mindent, ami mögötte van, a forráskódját. Így nincs benne semmi titok, nem tud egy nagyvállalat vagy egy multi úgy titkosan dolgokat művelni vele, amit ne lehetne megismerni. Az informatikában két részre osztottuk a napot. Délelőtt a gimnáziumban gyakorlatokon tudnak tanulni, illetve tanítjuk őket meg a kulisszatitkokra és a különböző gyakorlati fogásokra. Délutánonként pedig itt a kollégiumban tartunk egy-egy szakmai előadást, minden nap általában 2, ami szintén plusz új érdekes információkkal szolgál nekik. Tehát gyakorlatilag napi 8-9 órában le vannak foglalva szakmailag. Azt tapasztaltuk, hogy az emberek ezt szeretik, és jól érzik itt magukat. Mi is jól érezzük itt magunkat, szeretjük ezt a környezetet, kellemes itt lenni, és nagyon sokat tudunk tanulni itt együtt. Peskó Zoltán Budapestről érkezett Szerencsre, második alkalommal vesz részt a Linux Akadémián. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem mérnök informatika szakán szeretné ősszel folytatni, amihez véleménye szerint jó felkészülést nyújt a szerencsi tábor. Tényleg nagyon sokat lehet tanulni, sokkal több olyan információkat tudok meg a Linuxról, amit mondjuk otthon ülve, gép előtt kockóval nem biztos, hogy megtudnék. És hogy érzed magad Szerencsen? Hogy tetszik a város? Szeretem Szerencset, szép kis város, úgyhogy most már kezdem lassan kiismerni bennem magam, úgyhogy ismerem a kisboltokat, a közeli kocsmákat, úgyhogy szeretem. Miért vállalod azt is, hogy nyáron tanulsz? Főleg két ok miatt. Az egyik az, hogy érdeklődök a Linux iránt, úgyhogy nekem ez tetszik, és egy ilyen hobbiszerű. Másrészt meg szeretném, hogyha az egyetemre lenne valami alaptudásom, és úgy tudnék már felkészülni, és úgy mennék már szeptemberbe, hogy már tudom, hogy kb. Miről van szó. Vannak az oktatások, délelőtt ilyen gyakorlatok, mesterkurzusban, és főleg a vállalati szerverek, azok nagyon mennek, és mostan a hálózatbiztonság az is most egy olyan dolog, amit most sok embert érdekel. Aztán meg egyébként meg nem csak kockolunk egész nap, hanem vannak előadások, elmegyünk borozni, focizunk, szóval azért elég jó kis társaság van itt. A tábor lakói nem felhasználók, hanem a rendszer üzemeltetői voltak, akiket naponta délelőtt 3 órás elméleti előadások, délután pedig ugyanilyen hosszúságú szakmai tréningek vártak. A változatos témájú előadásokban közös volt, hogy egy-egy problémát a lehető legrészletesebben jártak körül a Linux Akadémia résztvevői Szerencsen.